Hello, szia, figyelj, annyit tegyél meg, hogy vedd le a fülest a fejedről, mert fájni fog. Jó reggelt, Vietnám, üdv a csatornán, szavaztok gyerekek, kipari jelentkezik innen a kocsiból. A kocsiból, de egyébként nem nagyon hiteles már, mint a jó reggel Vietnám, mert 18 óra 42 van a játékban. Jaj, megjöttünk gyerekek az alsó újlaki MGTSS csodálatos lakóbuszunkból, és olyan ötleteim vannak gyerekek, hogy megőrültök. Olyan ötleteim, mindjárt meg kíváncsi vagyok, hogy rájöttök-e. Remélem egyébként, valószínűleg, hogy az indexképpen már lelőttem minden poén, de azért fussunk, gyerekek, fussunk, nézzétek! Nézzétek ezt a területet, nézzétek! Nézz oda! Itt van a búza, itt meg van a tyúk. Oda nézzé, itt a Sanyi tyúk. Oda nézzé, hallod? Pak, 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 pak. Igen, igen, ez a terület, tudjátok milyen? Nem kicsi, ellentétbe azzal, hogy nem kicsi, nagy. És hogyha nagy, az mire jó? Tök jó. Egy csomó mindenre. Például arra, hogy elköltözzünk ide. Juhú! Azon gondolkoztunk, ugye, hogy innen csinálnám, körülbelül innen, innen arra fele, a különböző állattartást. Ugye innen lenne arra az állattartás. Ez szerintem tök jó. Ugye kb. Ide jönnek ki, és akkor innen is lennének ólak, meg mindenféle csuda. Nem, ide jönnek ki kb. Lennének ólak, meg mindenféle csuda dolog. De hát mit csináljunk ezzel a placsal, amit itt van? Hát gyerekek, azt kellene, hogy ide kellene költözni. És hogyha ide költözünk, ez sokkal jobb. Olyan kisligetes, itt el tudnám, mit tudom én leülni, aztán bort inni szépen az üvegből. Addig megy a bicikli, ameddig tart a bort, tudjátok, remélem ismeri mindenki ezt a mémet. Ha nem, akkor meg össze-vissza beszélek, úgy gondoljátok, de aztán nem ám, mert én tudom, hogy miről beszélek. Na, és akkor elbontanám itt a kecókat, elvinnénk ezt, felszednénk a beton, elvinnénk a kerítést, elvinnénk a ganyét, a kutat, meg még a vödröt is, és akkor ezt az egészet fel tudnám szántani. És akkor mi lenne három darab nagyföld? Sőt, nem felszántani, hanem ezzel összeszántani. Nézd oda. És akkor talán annyira nem keveregne rajta. Egyébként ez a jármű, ezzel bajos. Ez nem jó ez a jármű. Ezt valószínűleg le kell cserélni, és nem azért. Ne értsetek félre, mert nem tetszik, hanem azért, mert valami bagos benne. Mármint ilyen, nagyon nem akarja lejáratni a dolgokat. Nézd meg, miért nem megy ki itt például teljesen. Ez valahogy nem jól van konfigurálva, én úgy érzem, de figyeljétek meg, hogy be fog bizonyosodni ez még. Na, adjunk neki. Jó, most azt akartam, hogy géppel arra elindul, de hát átlósan ez nem nagyon szeretné. Úgyhogy nekünk ezt le kell aratnunk, és rá kellene szabadítani a kultivátort erre a területre. Szóval, igen. A B-segítő befejezte a munkát. De egyébként ez a mód, hogy ugye süllyednek a járművek, az egy valamilyen szinten egy kicsit idegesítő, mert még a kombány is rúgba ezen a területen. De viszont várjatok, gondolkozzunk, akkor át kellene oda települni. Csak valamit meg kellene vitatni. Úgyhogy nem vagytok itt most, úgyhogy a kommentekbe írjátok meg, bár az lehet, hogy amikor írjátok, akkor már megtörtént, szóval eléggé furcsa ezt így. Nem real megvitatni ezt a kérdést, hogy az elköltözéssel kapcsolatban azt a sheltert, ami ott van, azzal mi legyen. Mármint ugye, hogy azt eladom, akkor 17 ezeret kapok. És lehet, hogy néhányatokban felmerül az, hogy 17 ezer kaptál csak úgy ingyen. De ha belegondoltok, akkor a Farming Simulatort elkezded játszani, akkor több százezer euróval gazdálkodhatsz már az elején, vagy több százezer eurónyi gépet birtokolsz. Az, hogy ugye 300 euróval kezdtünk, 300 euróval, plusz meg volt ez a föld, meg a shelter. Tehát, hogyha mindent számolunk, akkor körülbelül olyan, nem tudom, egy ilyen 20 ezer, a földet ne számoljuk, jó, mert egy földdel hadd kezdj, érted, az alap. A 20 ezer euróval kezdtem a játékot, és nem több százezerrel. Szóval azon gondolkodok, próbálom meggyőzni magam, hogy azt a 17 ezer eurót, amit kapnék azért a shelterért, vagy nem tudom mi az, azért a boregáért, mivel azt el kéne adni róla, mert ugye akkor föl tudnánk szántani, hogy azt azzal mit csinálja. Azon gondolkoztam, hogy így a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, hogy lehet, hogy azt kellene, hogy eladjuk azt a sheltert, és az árán ott veszünk valamit, érted? Egy olyan dolgot, ami, hogy mondjam, ami nem okoz előnyt nekem, értitek? És akkor gyakorlatilag el is adjuk a sheltert, megkapjuk a pénzt, viszont el kell költenünk ott is ugyanúgy dekorációs célra, úgymond. Tehát akkor tényleg
nem az történne, hogy azt mondjátok, hogy jaj, hát így előnyhöz jutottál, mert eladtad azt a sheltert, vagy azt. De egyébként lehet, hogy nem mondjátok, pont lehet, hogy a kommenteket most így elolvasnám, akkor azt mondanátok, hogy nyugodtan tartsd meg az állát, mi az a 17 ezer ebbe a játékba, de mégse azt akarom, hogy én magam is úgy érezzem, hogy bármilyen előnyt kovácsolok olyanból, amit nem én termelek meg, értitek? A sorskártyák az egy más kérdés, mivel a sorskártyák ugye lehet, nagyon ezt akartam kikapcsolni, a sorskártyákban lehet rossz is, tehát nem biztos, hogy jót húzol ki, a sorskártya az szerencsén múlik. De ugye, hogy eladom azt a sheltert, akkor az mindenképp jó. És biztos lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát ez olyan nem jó volt, miért kaptad meg azt a pénzt. Úgyhogy azt csináljuk, hogy abból elköltünk oda, oké, okay, dolgokat. Szóval akkor úgy kellene ezt, vagy valószínűleg úgy fog akkor ez lenni. És akkor mindenki jól jár. Hát én legkevésbé, csak annyi, hogy akkor ott ugye megint ki tudunk alakítani egy olyan milliót, amelyik ilyen nagyon gettós. Nem tudom egyébként azt se, hogy tetszik-e nektek az ötlet az elköltözéssel kapcsolatban, én valahogy nagyon élném azt a... Az tök jó, meg kialakíthatnánk azt, ugye ott lenne az állatgazdálkodás hátra, állattenyésztés, különböző ólak meg minden, és akkor az elején meg gyakorlatilag lehet, hogy csinálnánk, lehet, hogy vennénk valami sheltert, amelyik ilyen romosabb, biztos, hogy van valami, meg valami romos farmházat, vagy valami. Az a lényeg, hogy azt a pénzt, amit itt keresek, azért, hogy eladom azokat az épületeket, meg a... mit tudom én, a budit, kerti budit, mondjuk azt lehet, hogy vissza is venném, meg ezeket a többi dolgot, akkor azt úgy visszakapnak. De szerintem nem is beszéljük túl lesz, hanem majd mindjárt megnézzük, hogy ez hogy fog zajlani. Hát sajnos egyébként ezzel a kombányon szerintem valami baj van. De figyeljétek, higgyétek el, hogy tudom, hogy a vetés, meg a kultiválás se működik tökéletesen ezen a földön, de nem ennyire. Hogy ekkora rohadt nagy izéket, csikokat itt hagy, az nem természetes. Gyerekek, az nem természetes. Mert például nézd meg itt, ami előttem van csík, az miért hagyta ott azt a rohadt nagyot? Ezt miért hagyta itt? Itt a vírva. Ezt miért kellett itt hagyni? Mert itt nem zavart semmi. Érted neki? Ez szerintem ez a kombány bagos. Egyébként írta... valamilyen nyuszi baze. Nem jut eszembe, pedig aztán annyira tudom, milyen nyuszi bassz. Most aztán meg fog szórolni rám, mert nem tudom a nevet, de valamilyen nyuszi, úristen. Mondjuk nekem a névmemóriám olyan, hogy még a magam nevére sem emlékszek néha, de komolyan. Júj, erről a névmemóriáról mindjárt mesélek egy sztorit, bassz. Volt egyszer olyan, volt nagyon régen egy barátnőm, voltam vagy 16 éves, és képzeljétek el, hogy nem tudom. Elfelejtettem a nevét. És te már megvolt, már hetek óta érted, és akkor olyan volt, hogy mondta, hogy a Egerszegen a sportcsarnokban lesz egy ilyen expo, és akkor lesz egy standjuk, és akkor ott menjek el hozzá, és akkor keressem. És képzeljétek, oda megyek, és akkor az anyja meg az apja van ott. És akkor így hirtelen nem ugrott be a nevem. És akkor így mondom, jó napot kívánok, Attila vagyok, Judit itt van? Vagy nem tudom, valamilyen nevet mondtam, és akkor le kellene egyébként ezt, be kellene növelnem, várjál már, ugye meg kéne növelnem azt a... Lehet, hogy reggelig belepörgetünk, jó? Mindjárt mondom egyébként közben, bocsánat, csak ezt belepörgetek addig, hogy érjen be az a cucc, legyen valami csoda. Oké. Menjen reggelig az idő. És akkor az apja megszólal, hogy... Ja nem az. Nem úgy volt. Nem kellene annyi kávét önnöm, mindjárt mondom gyerekek, egy 8-9-ig pörgetünk, hogy akkor már jó kofény viszonyok is. Megállítom és elmesélem, mert akkor így ebből nem lesz semmi. És akkor az apja meg az anyja volt ott, és akkor én mondom, hogy csókolom, Attila vagyok, Judit, itt van? És akkor abban a pillanatban hátulról így egy ilyen függöny mögül előjött a csaj, és akkor így rám néz, apja az anyja ránéz, és akkor mondja, hogy szia Attila, a nevem Andrea. És, na hát onnan ugye nem kellett tovább ragoznom, tehát nem, onnan már nem volt a barátnő, de ilyen a memóriám. Szóval Nyuszi említette egyébként, hogy ez a kombány nem a legjobb, meg ráadásul van, és át is csesztek. Na, arassál, hogy van, hogy csinálja. Mert a Forsrit, azt hiszem az 512, az sokkal jobb,
és kb. Annyi árba volt, és talán az nem is bagos. De majd megnézzük ezen a területen, mert ez igazából egyenes, hogy ez segít-e rajt, fog-e neki működni. Hú, figyeljetek gyerekek, egy csomó mindent kellene csinálnom. Ja, el kellene indítanom a kultivátort azon a területen, hogy akkor azon már dolgozzunk. Közben oké, hogy költözés van, de azért valamit kellene is csinálnunk ugye. A kultivátort elindítom, és akkor utána mehet a vető is. Szóval azok mehetnek, csinálhatjuk őket. Ugye át kell minden pakolni, gépeket kell csinálni, valami shelter vagy valami placot, amiben tudunk létezni, és szerintem tök jó lesz az egész. Az MTZ-t lehet, hogy addig elhozom, és akkor fölmerjük a banyét, mert a banyét azt fel kellene merni, vagy valamit kellene vele csinálni. Oké. Dologra paraszt, nyomjad neki az MTZ-t, hozzuk homlokra, akkor fölmerjük a banyét, azt el kellene onnan pakolnunk. Muszáj lesz, ugye most egyelőre úgyse fogunk vetni, mert ugye a kultivátor kevésbé olyan széles, tehát szűkebb. Minusz 54-ben vagyunk gyerekek, az nem a legbiztatóbb. Na mindegy, egy univerzális kanál, meg egy pótkocsira lenne szükségünk. Hozzuk a pótkocsit mindjárt az UTB-vel. Igen, egyébként nézd meg, hallod, én elmondom nektek, hogy ez a kombány, ez valami nem stimmel vele, esküszöm, nézd, mit művel, és visszafordult ott. Pedig nem volt, vagy bele volt vágva. Várja, nézzük meg azt a kombányt. Adok neki még egy esélyt, jó? Elindítom még egyszer, most teljesen végig van ugye. A csík. Hogy... Szerintem ez a bugos az a kombány, vagy valami nem működik normálisan, mert nem normálisan dolgozik, komolyan mondom. És köszönöm. Higgyetek nekem, de szerintem meg fogjátok látni, remélem. De adok neki egy esélyt, hogy egy téglatest alak, vagy téglalap alakú földdel is tud-e, vagy tud-e azzal valamit kezdeni. Na, közben akkor fel kellene vennünk ezt. Hú, és össze is lehetne szántani akkor a területeket, ugye? Na, mi van már? Kéne céloznod Keeper, ugye? Kéne céloznod, jó. A villát, azt raklavillát ledobjuk. Univerzális kanál föl. Csak az a baj, közben meg fog telleni a kombány. És... Úgyhogy gyorsan át kéne valahol ganajt hordanom. A ganét. De először lehet, hogy költözni kellene, mert ugye el kellene rendezni a dolgokat. Na mindegy, legyen a pótkocsin a ganaj. Legyen a fotkocsin a ganaj. A többit azt ugye eladom, azzal nem lesz gond, meg át kell húzni ugye a lakóbuszomat. Annyit kell, ami ilyen nehezebb lesz, az ez lesz. Gyorsan ezt be kéne csukni azt az ajtót. Mondom, be kéne csukni az ajtót, oké. Okay. Ezt megállítjuk. Jó. Hozzuk az MTZ-t. Úgy gyerek. Pörgünk! Na, ez szereti a Keeper, amikor van mit tenni, meg vannak tervek. De mindig van valami terv, az a durva, ugye? Na nézzük, hogy mit csinál a kombány. Nagyon kíváncsi vagyok. Nézd meg, nem a végéről kezdi. Ugyanezt csinálta azon a földön is. Nem a végéről kezdi, hanem a közepéről. Itt valami vezérlés, vagy pedig valami nem stimmel azzal a kombánynal. Ez is köszönöm. Na gyerekek, ezt gyorsan földobjuk, azt átvisszük oda. Ugye? Azért figyeljetek, hogyha már van, akkor nem fogom eldobni. Nem? Most ne haragudjatok, ez kell nekem. Esetleg veszünk egy trágyaszórót, simán tudunk benne az ilyenek trágyázni, teljesen jó ez. Ez gyorsan átlapátoljuk, eladunk mindent, eladjuk a sheltert és akkor elköltjük az árát. És akkor nem mondjátok azt, hogy most nekünk Keeper ezzel valami cheat-szerűen hatalmas összegekhez jutott. Milyen szépen ideálltam ez a potkocsi, ez jó. Jó, helyre esik. Amit még akartam mondani, hogy az UTB nem nagyon tetszik. Valószínű, hogy le fogjuk cserélni egy másik UTB-re. Tetszett nektek, hogy UTB, viszont nem, annyira nem jön be. Olyan túl sötét a textúrázása, olyan
kicsit elnagyolódnak tűnik. Nyanítom, hogy valószínűleg valami Farming Simulator 17-ből vagy valamiből lett átemelve, és nem olyan túl sokat dolgozott rajta Delinquents. Ugye ráadásul van benne hiba is a modellbe, az ablak a kormánykereken keresztül megy, hát ez olyan kicsit furcsa. Úgyhogy mivel szeretitek az UTB-t, valószínűleg UTB-nél maradunk, de ez nekem valahogy nem. Ne egy ilyen félig hibás moddal csináljuk a dolgokat. Látod, ott se a végéig ment ki. Nem tudom, miért csinálja ez a kombány. Ez a kombány valami hibás, mert a földön hát csak eltalálna szerintem. Egyébként a nagy távlati terv az, hogy itt, amit láttok, szembe velem azt a földet kellene megvenni. Lehetőleg akkor itt egy ilyen földnél már mindenképpen úgy, hogy amikor be van érve, és akkor kapásból egy aratással kezdjünk. Mert azért egy ekkora földnél már nem mindegy. Itt már duplázhatod az árát. Lehet, hogy ér annyit a cucc rajt, mint igen, megtellett a kombány, jó, bocsánat, nem tudjuk most kiüríteni, sajnálatosan. A másik pótkocsi ugye az másra van használva, ezt most nem is fogom átkonfigurálni, ezt nagyon gyorsan valahol leöntjük, valami olyan helyre, ahol valószínűleg jó, elviszük hátra. Nagyon nagy az a föld, és nagyon jó kialakítású, és nekem nagyon tetszik, és oda szeretnék költözni, ugye hátrafele is tudja, tudok tárolni dolgokat, tudok pakolni, csomó mindent tudnék, egyébként fel is tudnám szántani a hátsó részt, addig, amíg nem tudok megfelelő mennyiségű ólat venni a különböző állatoknak, tudod, az jó, az jó, tetszik az a föld, ott jobban, szívesebben laknék. Ez egy kicsit olyan, ilyen, van is, meg nincs is, mert van ez a föld, de ugye amiatt, mivel így gyakorlatilag a telekbe vagy a hátsó kertbe dolgozunk, hát nem a legjobban működnek a gépek, sokkal jobb lenne, hogyha az egészet meg tudnánk munkálni, a mellette lévő földet össze tudnánk ugye kötni, össze tudnánk szántani, szóval ez ilyen. A TS telep az meg valószínűleg, hogy nem nagyon lesz a miénk a közeljövőben, egyszer lehet. Lehet, hogy kitűzök egy olyan célt, hogy mondjuk a TS telepet azt megvehetem máshogy is, nem csak ha megnyerem sorskártyán mondjuk, legyen az, hogy megvehetem mondjuk a 100. részbe, vagy valami ilyesmit, találjatok ki, hogy mennyinél. Vagy pedig, ha megvan mondjuk 100 millió euró, vagy valami ilyet mondjatok, hogyha 100 millió euró KP megvan, de nem annyit fogunk rá költeni, csak az, hogy legyen meg, egy bizonyos helyzetbe tudjam csak megvenni. Hoppá, itt még ebbe fér, miért nem veszi föl? Jó, még egy kanál, azt jó van. Szépen felszedtük. Egyébként ugye van ilyen olyan kanál is, vagyis olyan, hát igen, kanál, amit szándékosan ugye trágyát tudsz rakni. Nem tudom, mennyibe különbözik, hogy miért jobb lenne nekem az. De ez is teljesen jól működnek az ilyen dolgok is, úgy látom. Oké, gyerekek. Meg is vagyunk, áthúzom, leöntöm valahova, aztán üríteni kell a kombányt. Azt közben meg akkor tudunk építkezni, úgymond. Költözés lesz, gyerekek. Ja, hát meg át kell húznom majd a kordét is. Betont felszedni minden, gyerekek. Oké, és kacak. Keeper költözik! Jó van, mindjárt jövök. Ez az UTB kicsi, nagyon halk is a többi járműhöz képest, és ezt nem mondja nekem senki, hogy az nem bug, hogy ott megy el a izé, ott nem mehet semmiképpen. Az ablak írta valaki egyébként, hogy nem bugos, ott az ablak, hát de rajtam megy keresztül, dík. Na, ezt valahova elviszem olyan helyre, ahol egyelőre még nem fog zavarni, ahol van biztos, hogy nem fogunk építkezni. És azt szerintem valahol itt mindenképpen itt lesz. Ide leöntöm. Így. Aztán, és egyelőre itt úgyse lesz építkezés. Ha kell majd, akkor innen föl tudom lapátolni. Figyeljetek, nem dobunk el semmit, azért elhoztam magammal. Oké. Okay. Milyen jó, bedöntötte a pótkocsi alá, de jól nézett ki. Oké, okay, jó, garanyos izével, pótkocsival mehetünk. A tyúk az meg eszik keményen, látom, lapátot is át kell hozni másikkal. Tényleg ne dobjunk el semmit, megyünk üríteni, közben egy UTB cserél is lesz. Úgyhogy ebben a részben egy csomó mindent csinálom, bazzal nem tudom mikor kezdtem ezt a részt. Na, most ez meg vagyok lőve. Hát szerintem egy olyan 20 perc, ugye? Nem indítottam órát, úristen, hallod?
Nem indítottam órát ennek a résznek az elején, úgyhogy ez eléggé bajos. Na, figyeljetek, erről beszéltem, figyelj, ez miért itt kezdte ezt a sort? Azt mondjátok meg, látod? Miért ott kezdte, miért a végét miért hagyja el? És ott az miért úgy kezdi? Hm? Ez a combine, ez valami bagos. És ez nekem nagyon nem tetszik. Mert így azért eléggé cumi, főleg majd nagy földeken mindenfélét mindenhol elhagy. Össze-vissza vág. Akkor azért meg leszek lőve. Utána nekem kell dolgozni. Azt ugye a vérköltség az meg megy. Nem jó buli, ez a combine ez nem nagyon jó, működik valószínűleg egyébként ma cserélni fogjuk. Hogyha tényleg találunk valami forsütet, amit meg is tudunk menni, akkor lehet, hogy cseréljük arra. Mert hát ez így nem jó. Kellene vennünk egy E2-t is, össze kéne ezt a kettő földet minimum szántani. Az a baj, hogy van valahol egy tuskó. Úgyhogy tuskómaró se lenne rossz. Mondjuk a tuskómaró az nem drága, az amúgy is kellene máshova is, meg az mindig jó. Tuskómaró mindig jó, mert minden földön lesz olyan, hogy... Jó, hát ezzel félreállunk egyelőre. Portkocsi most másra nagyon nem kell. Nem fog megtelni instant, szóval akkor ez mondjuk itt nagyon jó helyen lesz. Itt nem fog zavarni senkit, ugye? Oké. Okay. Akkor ez megtörtént. Várjatok, akkor mit... Mit kellene csinálnunk? A kocsit át kellene húznunk, ugye? A kultivátor dolgozik, tökéletes. Még egyelőre nem kell vetnünk. Úgyhogy még nem kell kapkodnunk ez ügybe. A kocsit áthúzzuk, becsukjuk az ajtókat, minden ablakokat, behúzzuk a létrát. Bár lehet, hogy a kocsit még... Mindenképpen elhúzom mindig odébb a kocsit. Mert ugye... Lehet, hogy még a kocsit nem húzom át, hanem akkor így elrendezzük a dolgokat, hogy hol legyen, mi legyen. El kéne adni a dolgokat. Fú, gondolkozunk. Az UTB-t is cserélni kéne. Jaj, srácok, na nézzük a garázsban, míg vannak. Még mi az, ami igazából nagyon nem kell? Mert mindig érdemes átnézni, hogyha van olyan, ami nem kell, akkor nem kell. Kettő lapát egyelőre nem kell, eladok egy lapátot. Mindenképpen, oké. Okay. Vödör. Eladom a vödröt, nem kell vödör, gyerekek, lapát tök jól működik, tök szupi. Akkor el kell adni ezt, 16.700-ba kerül ez a söltör. Ugye? Jó. Akkor a welter, ezt mindenképp újra veszem, úgyhogy ebben nem is számoljunk, mert az ugye kell. Ez 400-ba kerül, jó. Ezek 200 darabja. Hiszem, ebből kettő volt, csak egy volt. Meg ugye a kerítés, meg pár apróság, szóval mondhatni lassan. Igen, itt Enter-t kéne nyomni, lehet gyorsabban menne. 18.000, max olyan 19.000 pénz, és ezt lehet, hogy akkor elköltjük ott dekorációs célra, hogy tényleg ne érje szó a ház elejét. Hogy akkor tényleg az legyen, tényleg úgy legyen, hogy izével kezdünk. Mert ugye 300 vagy hány euróval azt kezdtünk, ugye, hogyha most ezt kapásból az elején adtam volna, akkor már ugye előbbre lettünk volna, most adom el. És most nem, tényleg nem a pénz miatt akarom eladni, hanem a költözési szándék miatt. Kell mindenképp egy tönkmarót is. Vagy röntmaró, vagy tönkmaró. Inkább tönkmarónak nevezném. Közben meg ketyeg valamelyik gép. Ja, nézd már meg, most így meg tudjuk nézni. Látod? Ezt a hosszú csikot, hogy miért hagyja, az egy ez röhely, ott is a hosszú csikot, úgyhogy ez itt valami nem stimmel, gyerekek. Kerítéseket tudom most eladni, ugye? Azt utána mindent is. Kell egyek-e? Kerti budi eladás. Oké, 71-be került, jó van azzal, megint nem gazdagszunk, meg 23 a szemetes kuka. 23 a szemetes kuka. Oké, meg akkor ez. És akkor igazából el is adtunk minden olyat, ugye? Üres a terület. Szuper. Pont a jó lapátot adtuk el. Amely akkor nem maradt itt. Jó. Nincs, nem is maradt itt semmi. Szuper, gyerekek, learatjuk ezt. Közben akkor, megnézem a kombájnba. Nézzétek, mit mivel. Borzalom a kombájn. Jó, 31%-on van, addig tudok csinálni más. Megnézzük ezt is. Mert oké, hogy itt azért hagyja el ugye ezek, mert úgy ér ki. De csak ilyen picit. Nem ilyen nagyon hosszúakat. Egyébként rúg mind a disznó, oda nézve. Ez a... Milyen mód? Ez a talajmód, ez nagyon durván befolyásolja a dolgokat. Hát azt kikapcsolom, akkor sokkal gyorsabban végeznének a gépek, nekem is sokkal könnyebb dolgok lenne.
ne könnyítsük meg annyira a saját dolgunkat. Na figyeljetek, akkor itt kellene ugye... De milyen durva, hogy ilyen közel van? Megfigyelitek? És szembe, itt van szembe. Nagyon jó. Várjatok, még soha nem csináltam. De tereprendezés megkezdése, és ez hogy működik? Terepfestés, és ez hogy tudom? Már F1. Jöcsém. Domborzat módosítás, terepfestést akarok, az hogy van? X. Aha, terepfestés, ott van, hogy talaj. Hogy kell kiválasztanom a talaj típust? Aha, alakzat megváltoztatás, ez tök jó. Talajtípus váltás, tab. Fű. Már csak azért, mert itt ugye ez baró nagy fű van. Nem tudom, mit nyomtam. Igen, ez a méretét változtatja, ez is tök jó. És ez mennyi pénzbe kerül nekem? Ez mennyi pénzbe kerül nekem, hogy én ezt nyomottam? Mert akkor itt ott nem is tudom. Jó, hát ez így, ugyanolyan lett, ne vicce. És mennyi pénzbe került nekem? Ez nem kerül semmibe? Nem tudom, várjál, mivel kell változtatni? Talajtípus, változtatási tab. Ez is fülyes. Nem akarom, hogy fülyes legyen. Ez beton, ez is beton, ez ilyen kűlyes. Ez mi föld? Ez nem jó. Nem, ez ingyen van. Ez ilyen föld, vagy ilyen kűj. Ez nem köld a kűj, ez nem jó. Ez föld. Mert ez a föld, ez tetszik. És, aha, tudom változtatni méretet. Jó. Ez nem kerül semmibe. De hát ez pénzbe kerül. Nem? Ott a búzám, more! Mindjárt tudom, nagyobbba is csinálom, csak a kerületét meg kéne csinálni. Jó, ez valami föld lett, ugye? Ez jó, azt tetszik, hogy ilyen föld. És akkor így ki tudom jelölni magamnak, hogy meddig, meddig tudom, meg meddig akarom megcsinálni. Ugye innen indulnak majd az ólak. Arra. De érdekes, hogy ezt itt nem engedi, gondolom a kerítés miatt. Most gyerekek, építkezés is van. Legalább most van egy ilyen kis talajmeló. Nem engedi. Lehet, hogy ezért be kellett volna nyomnom, ilyen kör alakú ecsettel. Jó van gyerekek, ez eddig jó, várjál! Okay. Kicsit fordítsuk már, mert már nem látok kettőig. Na, és eddig tudom, így. Így. Akkor ez a része lesz ilyen fődes. Na már növeljünk az ecset méreten. Hát ez jó, ez jó. Ez nem, mi ez? Ez nem ilyen sár, vagy mi a szar ez? Szerintem ez nem került pénzbe, ez tök jó. Ó, ez jó, ez jó. Sose használtam, megmondom őszintén, mert nem gondoltam volna, hogy ez most olyan... Várj, nem tünteti a búzámat? Dik. Jó, eltűnt. Jó, volt 300 liter búza gyerekek, még annyi se, úgyhogy tudom, az is nagyon sok pénz, de egyefele, nem baj. Oké, okay. És az ecset típus megváltoztatás az a C, ugye? Aha. Úgy gondoltam, hogy itt a szélét így, nézd oda. Igen, el tudod maszkolni. Így maszatolni, látod? Ez tök jó, ez tetszik. Nem ilyen kockás. Ez tök folyik. Bocs, hogy itt tökörik ezzel, de ezt szeretném megcsinálni normálisan. Jó, hogy
Jó. De jó lett, de várjál. Itt nem tudok itt... Ó, de jó, itt ki tudom húzni egy kicsit. Jaj, de jó. Tudok trükközni, figyeled? Itt tudsz trükközni, hogyha így csinálod, hogy... Jó volt, és vagy kihúzkodod neki. Tök jó. Ó, jó van, oké. Átverjük egy kicsit a dolgot. Úgy alapban nem enged ide, hogyha így legyom a gombot, és úgy húzom, akkor ezt itt tovább engedi. Sarkot meghagyjuk kicsit fűjesre. Ne. Ó! Na, és akkor erre kellene építkezni. Egyébként meg... Várj, az, hogy ne. Ez sima föld, de jó, nagyon jó. Hát ez rohadt nagy fű... Ez a rohadt nagy fű, ez tök gáz kiábrándító. Ide egyébként jó lenne egy sörtön valahova. És igen. Egyébként ilyen útakat, meg ilyeneket majd kikerül. Nem tetszik, tetszik, hogy lehet ilyet csinálni. Hát ugye a tyúkval elé meg én, mit tudom én, ilyen útakat. Lehet, hogy aszfaltot, meg mindent lehetne. Ja, tetszik, komolyan nem gondoltam volna, hogy ez annyira jó. Akkor. Srácok, mi a szitu? Sok baj van, mi? Sok a baj, gyerekek, sok a baj. Kellene üríteni a kombányt. Meg még ráadásul akkor költözés van, meg még ugye kellene oda venni valami farmházat, vagy valami csak kerítést azért, hogy valahogy kinézzen, ugye meg költsük a pénzt, amit ugye kinyertünk, nehogy tényleg az szó érje a ház elejét. Látjátok, ez a kombány ez nem normálisan működik, én úgy érzem, van egy ilyen érzésem. Ugye, jól gondolom? Úristen, nem tudom, tényleg ez a rész lehet, hogy hosszabb vagy rövidebb lesz, mert volt a baj a hülye, hogy nem indítottam el az órát. A tikoknál fogunk klapni, Dick. A tikoknál. Oda is csinálunk szemetet, bejáratot, kaput. Na most alig várom, hogy csináljam. Alig várom. Na. Engedd neki. Olyan baró lassan is enged a kombány. Ez a kombány, ez... Fú, ez nagyon gyenge. Egyébként írtátok többen, hogy van nektek, meg a nagybátyátoknak ilyen kombánya. Aztán írtátok, hogy a por az rendesen nem barátja a sofőrnek, mert csapja neki rendesen. És valaki még azt is kommentelte, hogy nem tudom, a rokona az így épített hozzá. Ez is ugyanolyan textúrájú? Nem, ez más, ez ilyen föld textúrájú. Az ilyen sárc, vagy ilyen furcsa textúrájú lett. De úgyis mindjárt rakunk bele dolgokat, szóval nem lesz vele gond. Ebben mennyi fér még? Ebben még fér. Ó, még csak 44%-om, akkor arassan nyugodtan. Tudom, hogy kultivátorral is kellene bajlódni, ne kellene csinálnom ezeket a dolgokat, gyerekek, hogy ilyen... egyéb, mi van itt, gyerekek? Nézzük a sheltereket egyébként először. Ah, van izé? Van olyan? Ez van ilyen izé. 15 000. És ez akkor kb. Ugyanannyi lenne. Akkor itt meg is lenne a dolgunk, ugye? Akkor el is buknánk. Mennyire néz ki jól ez a sátor? Ez hogy van? Ez így van, ugye? Föld nem ott ír. Dehogy is nem, csak még nem tudod. És... Ide befér ez? Igen, megnézem. Masszívről. Ez nem rossz. Ez ide pont bőven be is férne. Oda néz milyen jól. Ugye? Itt eléggé benyúlik a kapuba, de várja még egy kicsit tudsz egy csar idébb. Az a lényeg, hogy akkor minél jobban ide. Ez a shelter, ez nem rossz, nem? Minél inkább ide valahova. Már majdnem a tikokhoz. Van egy kicsit néha, hogy ilyen viselkedik. Ide kellene rakni, így. Na gyerekek, ez hogy néz ki? Az ilyen lukos teteje meg minden, ez ilyen gettó. Jó. Megvan a shelterünk. Befér ebbe nagy gép? Persze, szerintem be. Van ilyen izzésszerszámos, akármicsoda, fúrógép, kuka. Ez ilyen tipikus gettós. Jó, ez tetszik. Meg ott még simán be is férünk. Na, ez jó. A kocsinkat ugye áthúznám. Mi van itt még? Egyébben van valami érdekes? Egyébben, ugye kút mindenképp kellene, ugye tudjak tölteni vizet. Hát ez nem tudom, hogy hova. Itt már megint bele vannak. Jaj, micsoda forgalmi dugó van. A kútot azt rakhatnám mondjuk, ami olyan helyre, ahol nem zavar nagyon. Nem tudom, ide mi fér be. Remélem, hogy ez nem olyan kicsi azért ez a shelter. Tudod mit? Kerítés kellene. Azt hiszem, az meg a dekorációban van. Nincs valami érdekes kerítés? Mondjuk olcsó kerítés kell, nem érdekes nekünk, azt hiszem.
200 egy ilyen kerítés, 100. Várja? Ez ilyen nagyobb, és ez talán könnyebb is vele mairálni. Szerintem ez jó lenne, nem? De nem vidd el arra, na. Szerintem az adja. Ó, hát ez nagyon jól néz ki, gyerekek, ez tök jó. Így, és akkor itt lenne mondjuk a kocsi. Ott. Mindjárt meg is, hol a, ja, a kocsit át kell hozni. Ilyen betonlapra kéne a kocsit egyébként, ugye? Ott is ilyen nem volt, ott laknánk. Hú, végén még jó lesz, végén még jó lesz, végén még jó lesz. Ugyanúgy el akarom költeni, tényleg ne az legyen, hogy azt mondjátok, hogy jaj, most én abból gazdagodtam. Itt lenne a kocsi. Így. Ó, de jó! Milyen jó volt ide átköltözni, nagyon kellemes, komolyan mondom. Kell egy kerti budi is. Jaj, talicska meg ilyenek, minden van. Á, ez volt ez a kerti budi. Egyébként ez nem használható kerti budi, de van olyan egyébként, amit lehet használni is. És ugye abban ilyen azt hiszem, hogy termelődik trágya, vagy valami ilyen hülyeség van ám. De tényleg van olyan ám, tényleg esküszöm. Azt hiszem az egyébnél. Azt hiszem az egyébnél. Olyan kerti budi, amiben termelődik trágya. Itt te. És ott lehet üríteni hátul? Ez tök jó. Na akkor egy ilyen kerti budit ide csapjunk le. És az a baj, pont nem jó. Mögötte lehet üríteni? Mondjuk oda befér egy gép. Így. Forduljunk. Ami még kell, ugye kutat, amit mondtam, de mondjuk van ilyen... Van... Mi? Jó, jaj! Jó, oké, elfogyott a pénz. Jó van, gyerekek, semmi baj. Nézzük a kombájnarat, még azt a rohadt életbe elfogyott a pénz. El kell vinnünk a izét. Azt a betyár, itt meg milyen forgalmi rugó van. Lehet, hogy ilyenkor ki kellene kapcsolnom a forgalmat meg be, ugye? Na, van shelterünk, van minden. Jó, akkor vegyük úgy, hogy elkötöttük azt a lovit, szóval akkor nem éri tényleg szó a ház elejét. Itt a kettő között te félek. Direkt hagytak nekem helyet, oda nehézzel tesó. Előre! Az 5 éves terv, lol. Hülye. A hülye keeper. Na, egy jó nagy fordulóval. Erre föl kéne állni. Milyen szép tisztaság van. Ha valami azért szemétkupacot, azt kell venni, ilyen úgy elvább. Azért ez nem mehet így. Hogy ekkora, ekkora nagy tisztaság van itt, nem? Na, hát ezt le kéne itt csatlakoztatni, és akkor tudom, én belököm a végét. Nagyon nem lehet ideálni. Ójjaj, összejártam, de milyen jó keréknyomó. És tök jó. Ezt valahogy meg kéne, be kéne emelnem a végét. Aha, nem is a legjobb helyem van, vissza kéne tolatnom, csak azért hagytam egyébként a kerti budi mögött helyet, mert hogyha tényleg ott lehet üríteni. Akkor ne legyen gond, csak itt meg az a baj, hogy elforrult az a kocsirú, de. Jó, akkor lehet, hogy itt marad, vagy megtoljuk a hátuljával. Úgy etököl az időt hülyeségekkel. De hát nem hülyeség, mert elköltöztük gyerekek, ez nem hülyeség, nem viccelé. Mariama? Szuper erőmű módot bekapcsolhatnám, ugye? Csak nem akarom bekapcsolni, mert semmiképpen nem akarok cheatelni. Minden érszem vegyük meg, ne legyen az, hogy ú, mert bekapcsolta a szuper erőmódot, és azzal tök egyszerű volt megcsinálni ezt vagy azt. Akár még ilyen. Bár aztán ugye eznek valóságban is el tudnád fordítani ezt a rudat. De ne legyen az, hogy szó éri a ház elejét, gyerekek. Valami szemétkupac azért lesz, ha mindjárt valami. De túlságosan rendezett a környék. A napernyő mindenképp kell a WC-hez. Vagy ide prób. Jajaj. Gyerekek, beakadt.
Beakadt a drótba. Jó, kiakadt. Beakadt a drótba a kanál. Nem sok hely van a WC mögött, gyerekek. A budi mögött nem sok hely van. Próbálok ráállni, ám. Ugye mindenképp rá is kell állnom, mert ki is kéne nyitnom. Egy kicsit hátra kéne tolnom. Ahogy végre. Úgy. Jó, gyerekek, szerintem jó, nem? Itt kinyitjuk. Itt fogunk lakni. Itt a kerti budi, mindjárt csinálom. Egy grillezőt ide elé még lehet, hogy csaphatnék. Csak az a baj, nincs nagyon pénzem. Egy szemétkupacot azért még a bazán, ez itt szerintek. Dekoráció, szemétkupac, igaz? Az kell. Ja, meg a kaput is meg kellene vennem, de hát az már nem lesz már a lóvé, azt hiszem. Nézzük, van valami nagyon csúnya szemétkupac. Itt van-e? Ez az, gyerekek, ez az. Szemétkupac. Igen, most már nem lehet bemenni a ezéhez, budi mögé. A... Meg volt a napárnyő. Ez kéne. Úgy. Meg nincs valami grillező, vagy valami? Itt van egy grillező, 50 ér, gyerekek. Úgyhogy ez még kell. Oké, gyerekek. Tiszta Sims, more! Komolyan tiszta Sims. Jó, gyerekek, és akkor itt tudom tárolni a dolgaimat. De viszont szerintem most már kellene visszamenni. Szépen befélünk a shelterbe. Egyébként nagy világítást kéne csinálni, mert utálom, hogy ilyen dolgot sötét van ezekben a shelterekben. Ez mindjárt jobb, nem? Ilyen jó kis rendezett, figyeld. Ó, hát ez mindjárt jobban érzem magam. Oda nézzé! Itt meg ugye épülünk tovább, tiszta szimszezők, vagy nem is tudom, szinte mind már valami stratégia, játék, építkezők, meg minden. De most már kellene dolgozni is valamit. Mert ez már meg nem tellett meg. Figyelj, nem tellett meg, hanem megáll. Ura némiket művel. És miért nem csinálja tovább? Azt most valaki magyarázza meg nekem. Mert ezt most már tényleg nem értem, hogy ezeket a hosszú csíkokat minek hagyja itt? Őrület. Ez a kombány, ez egy őrület. Ja, igen, el is költöttük azt az összeget. Jó, tök mindegy, hogy indítod-e, mert... Úgyse jól csinálja. Krisztállal meg kellene csinálnom, amit ő nem csinált meg. Meg ráadásul kellene a vetőt is elindítanom. Meg ráadásul... Hát kell vinnem majd a krisztált a másikra. De baj, rengeteg dolgunk van. Kéne hozni az MTZ-t a vetőhöz. Szépen oda leparkoltam, aztán még itt vannak fönnforgások. Jó, ez a három földünk van, ugye? Annyit még meg akarok nézni, hogy ezt a három föld mennyit ér, és hogy az a szembe lévő földet nem tudjuk annak az árán megvenni. Bár az nagyon kockázatos, mivel hogyha nincs egy plusz földünk, és kiúzzuk a elvesztettél egy földet sorskártyát, akkor van a baj. Mert akkor ugye vagy a... ahol lakunk, az veszik-e, vagy a nagy föld. Úgyhogy jó, hogyha több földed van a legelején, vagy pedig van egy kicsi földed, amit így fel tudsz tenni. Annyit még el akarok mondani, bár lehet, hogy azt bele fogom írni a sorskártyába, ha ilyen földet nyerünk. A föld bukást azt ugye kiválaszthatom, melyiket bukom, de a földnyerés az úgy lesz, hogy nem... Ha véletlenül lesz olyan sorskártya, hogy földet nyertél, hogy... ne tudjam bundázni mindig a következő számú földet. Értitek? Most mondjuk az 1-es, 2-es, 3-as. Ha most nyernék földet, akkor a 4-es földet. Nem tudom, hogy hol van. És ugye azért való, nem, ugye nem méret szerint vannak a földek, emiatt nem tudsz gyakorlatilag ezzel trükközni, bár amúgy sem nagyon tudsz trükközni. Meg igazán ne én választom ki, melyik földet nyerem, ne az legyen, hogy a legnagyobbat kiválasztom, mert az teljesen szürreális, irreális, rossz lenne. Oké, jöhet a vető, jöhet az MTZ meg a vető. Viszont majd mehet kultizni, csak bajok vannak a földekkel, gyerekek. Ja, meg kellene egy... Lehet, hogy most nem lesz ebbe a részbe szántás. Nem tudom, mennyi idő ment el, gyerekek, ez nagyon zavaró nekem. Ja, jöhet az MTZ. Tudjátok mit? A homlokrakodók, azok legyenek itt, sorba. Oké?
Itt a kerítésnél. Kicsit így rá kell állnunk, hogy mi hol legyen. Vagy hol legyenek a pótkocsik, hol legyenek ez, az. Na, menjünk akkor az izővel, vetőhöz ezzel. Viszont lehet, hogy el is húzom oda. Ajaj, ezt a pótkocsit. Lehet, hogy nem. Így az, mi van itt a Isten. Na jó, mindegy, álljunk neki, álljunk neki vetni. Nem lesz belőlük semmi. Combine, az mit csinál? Dolgozik valamit? Hús látszok, sok a meló, mi? Nem kevés. Ja, az UTB-vel valamit kéne csinálni. Ó, de nem, annyi minden dolog van a fejemben, hogy nem tudom egyszerre kontrollálni. Lehet, hogy úgy kellene csinálnom, hogy egy dologra ráállok, aztán utána majd folytatom egy másikra. Igen, a Combine. Ez megint megállt, pedig még mindig megint nem végzett. Látod, miket mivel? Mind a két oldalomban búza neki. Akkor miért nem folytatja, érted? Ez érthetetlen számomra. Tényleg. Ezt nem értem, ezt a Combine. Ez nem jó, ez a Combine. Ez valami... Vagy a Föld, vagy a Combine, vagy nem tudom micsoda, de valami bagos. Na, ja. Viszont kellene üríteni egyet. Meg lehet, hogy elmegyünk a boltba, megnézzük az UTB helyzetet. Meg hát át kéne vinni minden eszközt, nem? És oké, hogy itt használjuk őket egyelőre, de hát onnan nem olyan nehéz átjönni, és ha nem kell keresgetni folyamatosan, az egy nagyon hálás dolog. Körülbelül arról szól, hogy a dolog, hogy megállás nélkül keresgetem az eszközöket. Jó. Még megpróbálom neki indítani az egyik egy-egy sornak, a hosszabbnak, hogy ne nekem kelljen. Addig ugye tudok más csinálni. Figyeljetek, 5700, lassan meg kellene nézni, mondom nektek, hogy mennyibe megy. 951, 951 is megy fölfele. Ez meg 995 megy lefele. Az jó, de meg kéne várni, hogy fölmegy. Vagy pedig egyébként az lenne jó, hogyha be tudnám tárolni, csak nincs a silóm. Ugye az lenne jó, be tudod tárolni. Figyelj, az még valamit küzd, jó, próbálkozzál csak akkor, barátom. Az lenne jó, ha lenne sílom, és akkor be tudnám tárolni. Figyeljetek ezzel. Egyelőre akkor annyit csinálunk, hogy áthordjuk az eszközöket, jó? Ugye kell valami áthozzuk most, egy fene. De ne az legyen, hogy én... Az MTZ. Jó, aki dolgozik. Ne az legyen, hogy én itt... A dzsumbújba keresem a cuccokat. Figyelj, megtöltünk mindent akkor már út közben. Oké. Okay. És akkor áthordom okosba. Meg itt ilyen izeig vannak, ilyen rekettyés, azt mindig elakadok a traktora. Tényleg basszus, nem tudom mióta megy a live. Nem indítottam, vagy a videó, nem indítottam órátok. Az a nagy tuskó is, tömmarú is jó lenne. Van itt annyi probléma egyébként. Sok, igazából pénzre lenne szükségünk, ami nem nagyon. Befejezte a segítő a munkát. Mindjárt neki kell indítani még egyszer. Az eszközöket, azokat meg esélyes, hogy ide félre sorba rakom. A gépek azok meg lesznek a shelterekbe, jó? Egyelőre akkor ez így lesz. Viszont itt azért nagy hely van, úgyhogy tudunk kavarogni. Halljátok, mert nem, ez megint megállt, ugye? Azon a soron még megindítom, és akkor átveszem majd az irányítását. Nem feltétlenül kell egy másik kombány, mert ez nem nagyon jól működik. Ez nem is... Szerintem nem is hajlandó megcsinálni. Tök durva, hogy mindig odébb kell rakni. Tök kár, hogy nem jól működik. Azt a bejáratot még ide fel kéne vigyeszteni, a keeperes bejáratot. Micsoda ízléket csinálunk, költözünk gyerekek, tök jó. Jó, hát egyelőre tényleg mindent árviszek. Ezt is megtöltöm, minden legyen megtöltve. Ez meg is van.
Srácok, egyébként lehet, hogy elbúcsúzom, mert szerintem már bőven benne vagyunk az egy órába. Maximum akkor a következő rész, megnézem, hogy mennyi volt az előző, és akkor a következő esetek hosszabb lesz, nem? Na, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik a videó, sziasztok!